Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a következőkben. Trianon 102. évfordulójára emlékeztek. A házi rétesé volt a főszerep a Bátaszéki Rétes Fesztiválon. Idén is megköszöntötték a pedagógusokat. Családi napot tartott a Best Street Team. A Nemzeti Összetartozás napján Magyarország történelmének egyik legtragikusabb eseményére emlékezünk. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békedekrétumot, melynek értelmében Magyarország elveszítette összlakosságának közel 60, területeinek 67%-át, köztük Bátaszéket is. Csak a szerencse vagy az isteni gondviselés, ami elősegítette azt, hogy ezt a vidéket 1921. augusztusában visszacsatolták Magyarországhoz. Nem lehet feledni. Nem soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor. S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. A himnusz után Juhász Gyula szavait tolmácsolták a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezésen Bátaszéken. A magyar történelem egyik legtragikusabb eseményének 102. évfordulójára emlékeztek a jelenlévők. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. A magyarság ellen összefogó erők a hegyeinket, vizeinket, erdeinket, bányáinkat, vasútjainkat, gyárainkat és minden harmadik magyar testvérünket orozták el. Nem írták, mert nem írhatták elő, hogy kitépjük gyökereinket, feladjuk hagyományainkat, elvessük azokat az összetartó erőket, amelyektől íjéssel szólva futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Amikor néhány évvel ezelőtt elkészítettük ezt az emlékművet magánszemélyek felajánlásából, akkor azt gondoltam, hogy fontos, hogy a város területén is legyen egy ilyen emlékmű, hiszen Bátaszék történelmében nagyon-nagyon szomorú esemény, hiszen Trianon után még egy évvel Bátaszék nem Magyarországhoz, hanem a jugoszláv, illetve bocsánat, a szerb királysághoz tartozott. 1921. augusztus 12-én csatolták vissza Bátaszéket Magyarországhoz, tehát nagyon kicsin múlt, hogy ma a városban és környékén nem a szerb a hivatalos nyelv. Ez az emlékmű azt gondolom egy élő lelkiismeret kéne legyen. Ide ki kéne jönni ezen a napon pedagógusoknak, fiataloknak, és itt kéne szembesíteni mai nap nemzedékét arról, hogy mi is történt 102 évvel ezelőtt. Hogy hogyan lettünk Európa meghatározó nemzetéből, mind földrajzi, mind gazdasági, mind lélekszám tekintetében egy törpe állam. És miért történetett ez meg velünk? Azt gondolom, ezt még ízlelnünk kell, ezt a gondolatot, hogy miért történetett meg velünk, és talán a mai korszakra utalva nekünk azért ebből nagyon sokat kellene tanulni. 102 évvel történelmünk egyik legszomorúbb napja után, itt 2022-ben nehéz Trianonról beszélni. A megemlékező műsorban is azt idézték fel Juhász Gyulának egy igen fontos mondatát, hogy beszélni nem biztos, hogy kell róla, de emlékezni mindig. És valahogy úgy érzem, hogy 102 év után az emlékezés is kezd halványulni. Talán a mai megemlékezésen való részvétel is egy kicsit ezt jelzi, hogy úgy érezzük valóban, hogy országunkat szétszakították, de valahogy ezt nem tudjuk méltóképpen, nem tudunk erről méltóképpen megemlékezni. Vajon megtanítottak-e bennünket arra, hogy álmunkból ébredve is fel tudjuk sorolni az a leszakított területek vármegyéit, nagyobb városait, jelentősebb hegyeit, várait, folyóit? Megtaláljuk-e tétovázás nélkül a térképen Balassi Bálint, Arany János, Tamási Áron, Ady Endre, Hunyadi János, Rákóczi Ferenc, Bethlen Gábor szülőhelyét, a Nándorfehérvári győzelem helyszínét? Elmagyarázták-e nekünk, hogy hol élnek, milyen nyelven beszélnek a székelyek,
a csángók merre keressük, Kalotaszeget, a Zoborvidéket vagy a Muravidékét? Voltak történelmünkben olyan időszakok, amelyek ugyan tragédiához vezettek, de mai napig emlékünkben van. Gondoljunk csak 48-ra, vagy gondoljunk 56-ra. És az a tragédia, ami gyakorlatilag megfosztotta a magyarságot területének kétharmadától, népességének szintén kétharmadától, gazdasági erejének kétharmadától, ezt úgy valamilyen oknál fogva erre nem tudunk, vagy nem akarunk emlékezni. Pedig nagyon sokat kéne tanulni. A megemlékezést Bas Albert szavaival zárták. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Szalonnás, almás, túrós és sok más ízesítésű rétest kóstolhattak azok, akik kilátogattak a bátaszéki pünkösdi rétes fesztiválra. A helyi nemzetiségi egyesületek számos produkcióval szórakoztatták a nézőket, akik az óvodások fellépésén kívül az ifjúsági fúvózenekar és több tánccsoport bemutatóját is megtekinthették. Többek között a bátaszéki óvoda német nemzetiségi csoportos kisgyermekeinek az előadásait is megtekinthették azok, akik kilátogattak a pünkösdi rétes fesztiválra. A közel fél napon át tartó programsorozatban mindenki megtalálhatta a kedvenc előadását. A gyerekek a legjobban a rétes kóstolást élvezték, de volt olyan is, aki testvére fellépése miatt látogatott ki az eseményre. Túrós, mákos, káposztás, krizes, meggyes is van, mindenféle tárulunk. Bátyám pont fellépő, úgyhogy bátyám még fognak fellépni, itt a színház, ami ugye most megy, és szerintem még a fúvósok is nagy eséllyel fel fognak. Kalmár Éva, a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület elnöke elmesélte, hogy az ilyen összejövetelek alkalmával a népcsoportok is közelebb kerülnek egymáshoz. Covid előtt ennek már hagyománya volt, ennek a rétes fesztiválnak, minden alkalommal szívesen teszünk eleget a felkérésnek, és a felvidékiek által készített réteseket hozzuk ide a kedves közönségnek. Mindenki otthon készíti el a rétest, tehát mi nem együtt egy nagyobb mennyiséget, hanem mindenki otthon elkészíti a saját rétesét, és úgy hozzák ide az anyukák, nagymamák, és mindenki, aki, de egyébként apukák is sütöttek ide rétest, tehát elnézést kérek, apukák, anyukák, nagymamák hoznak rétest, és akkor mi azt itt felszeleteljük, és itt árusítjuk. Hát a klasszikus rétesek azok megtalálhatóak, ugye a túrós, mákos az abszolút, aztán grízes, meggyes, káposztás, és idén több érdekességgel is készültünk, ami nem túl autentikus, felvidéki rétes, de van rá kereslet. Ez a szalonnás rétesünk, a répás rétesünk, illetve van mindenmentes, tehát tejmentes rétesünk is. Ugye sok gyerek küzd különböző allergiával, betegséggel, és akkor az egyik anyuka gondolta arra, hogy aki éppen nem ehet olyan, amiben éppen az a valami van, akkor hozott olyat, amit fogyaszthatnak. Mi mindig törekszünk arra, hogy a várossal, illetve a többi népcsoporttal jó legyen a kapcsolat, erősítsük a kapcsolatot. Ugye ez a pünkösdi, ez kimondottan a város és a németeknek a rendezvénye, de mindig nagyon szívesen jövünk, és itt vagyunk velük együtt, teszünk eleget a kéréseknek, a gyerekeink színpadon is fel fognak lépni, mind a három gyerekcsoportunk, a felnőttek azok ugye sütöttek, illetve kínálnak, és mindig megtisztelő, hogy itt lehetünk a Bátaszéki Rétes Fesztiválon. Több ezer rétessel készültek a szervezők, melyek közül mindent saját kezűleg gyártottak le. Színvonalasak a programok,
vannak játékok is itt a gyerekeknek, aztán ez a kis hamelni darab is igen ismerős, ugyanis valamikor jártam Hamelnben, dolgoztam ott egy évet, és a város története, meg egyáltalán ez a patkányfogó történet igen ismerős, és egész humorosan megrendezték, megoldották a fiúk, és a gyerekeket próbálják ezzel lekötni. Tehát jónak tartom. A rétes nagyon finom, amire ugye szintén rá kell térnünk, ugyanis ez egy rétes fesztivál. Több irányból érkeztek a rétesek, a Német Egyesület produkált nagyobb mennyiségben rétest, azután a Bátaszéki Felvidéki Egyesület úgy szintén fellépett, illetve rendezett egy sütést, és abból kínálják az eredményeiket, sütijüket. Azon kívül van egy rétesház, akik még ugyan nem érkeztek ide, de 4 óra környékén ők is fognak érkezni, és megmentik majd a mundér becsületét, ha ne talán nekünk elfogyna a rétesünk, és nem lenne már mit a vendégeknek kínálni. Az a jelentősége, hogy tulajdonképpen a rétes fesztivál, az a svábok hagyománya, tulajdonképpen köztudott, hogy a bátaszéki svábság a Fekete-erdő környékéről érkezett ide nagy részben, és hát a Fekete-erdőben is rengeteg svábnak, földművesnek volt tehene, volt otthon tejföl, túró, volt disznó, volt zsír, volt saját termesztésű gabona, uza, liszt, tehát ha hirtelen nem volt mi ünnepi ételt az asztalra tenni, akkor gyorsan sütöttek az asszonyok egy kis sok munkával elkészített rétest, mert az alapanyagok otthon adottak voltak, és ezekhez a hagyományokhoz gyakorlatilag a lekerülésük után, áttelepülés után is ragaszkodtak, megszokták, megszerették a rétest, és innen jött az ötlet a korábbi Német Egyesület vezetőségének, hogy kéne rendezni egy ilyen rétes fesztivált Pünkösdre, mert ugye a kettő egy kicsit kapcsolódik, és hát megpróbáljuk, megpróbálták. Sikere volt, most azóta már múltja is van, nem csak sikere. Minden évben más népcsoport szokott közreműködni a pünkösdi rendezvényen. Idén a felvidékieknek jutott ez a hálás szerep. Pünkösdkor Bátaszéken hagyományosan a németek ünnepelnek, a németséghez kötődő ünnepkor. Ma délelőtt 10 órakor egy nagyon-nagyon szép ünnepi misén vehettünk részt, ahol a felajánlási szándék a Bátaszéken élő németségért volt, illetve a meghalt családtagokért. Igazán felemelő és szép mise volt ez ma. Aztán egy jó ideje már a Rétes Fesztivál délután 3 órakor veszi kezdetét itt a rendezvénytéren. Ilyenkor helyi hagyományérző kultúrcsoportok szoktak fellépni. Ugye ez az esemény ez valamikor úgy kezdődött, hogy az elődeink a tájházban kezdtek el valamit. Az volt a gondolat, hogy süssenek rétest. És aztán nagyon-nagyon gyorsan kinőtte magát ez az esemény, rendezvény, ezért kellett segítséget kérjünk más helyi civil szervezetektől. A színpadon szerintem csodálatos műsorokat láthatunk, a Deutsche Bühne Ungarn fogja kezdeni a műsort, aztán a helyi hagyományőrzők és németes óvodások fognak fellépni, a Heimattanz csoport, nagymányokról érkeznek ide hozzánk, a fúvószenekarunk, a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar. Tehát én azt gondolom, hogy egy igazán színvonalas és jó műsornak állunk ma itt elébe. Reméljük az égiek is kegyesek lesznek hozzánk, és nem kell menekülni majd a vihar elől. Ugrálóvár, Körhint, a büfé, minden rendelkezésre áll itt egy jó szórakozáshoz és egy családi délután eltöltéséhez. A rendezvény jó hangulatban zajlott, és az időjárásra sem lehetett panasza senkinek. 70 éve ünnepeljük június első vasárnapján a pedagógusokat. A régi hagyomány ugyan már kicsit megkopott, de Bátaszék polgármestere egyik évben sem feledkezik meg a város iskoláiban és óvodájában dolgozó nevelőkről. A következő percekben a II. Géza gimnázium pedagógusait köszönti. Idén is felköszöntötte a pedagógusokat és a nevelőket Bátaszék polgármestere a pedagógus nap alkalmával.
Ezt a napot 1952 óta ünnepeljük június első vasárnapján, és hagyományosan minden évben a város vezetője felköszönti az oktatókat. Bozsadik Róbert először a II. Géza gimnáziumban köszönte meg a tanárok odaadó munkáját. Az ő munkájuknak köszönhető, hogy sok pedagógus, mérnök, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sok tisztességes ember tanult, és itt élhet Bátaszéken. A pedagógusok egy nagy kihívás előtt állnak most már évtizedek óta, és talán eljött az a pillanat, amikor végképp meg kell kongatni a harangokat, hiszen a pedagógus feladata az most már nem csak tanítás. Nagyon sok olyan dologgal kell szembenézzen, amivel korábban nem kellett találkozzon. Sokkal mélyebben kell a családokkal a kapcsolatot tartani. Gyakrabban szembesül agresszióval, akár a családtagok, akár a diákok részéről. És hát nagyon sok esetben már-már lelki tanácsadói feladatokat is el kell látni annak érdekében, hogy feloldja a gyermekekben azt a feszültséget és stresszt, aminek segítségével utána érdemben tanítani is lehet. Azt gondolom, hogy nekünk, a társadalom részének is nagyon komoly szemléletváltáson kell keresztül menjünk. Vissza kell adjuk a pedagógusok megbecsültségét, azt a megbecsültséget, ami jellemző volt 30-40-50 évvel ezelőtt egy pedagógusra vagy a pedagógus társadalomra. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak olyan tanár eszményképe, ideáljai, hiszen az ember akkor jár iskolába, amikor a legfogékonyabb, akinek egy-egy gesztusát, egy-egy mosolyát, azon kívül persze, amit tanított nekünk, visszik tovább és beépül a személyiségünkbe. Ezért szoktam én is mindig mondani, hogy a pedagógusnak lenni nagyon nagy felelősség, hiszen a mi egyéniségünk alapján formálódnak azok a karakterek, amivé a gyerekek válnak. Mi beépülünk és tovább élünk a tanítványainkba, és valamilyen módon mi is formálódunk általuk. Tehát ezt évtizedes tapasztalat alapján tudom mondani, hogy mi magunk is változunk. Tehát egy-egy gyerekanyag, egy-egy osztály, akiket tanítunk, azok is hatással vannak ránk. Azok a pedagógiai módszerek, amelyekkel mondjuk egy korábbi osztályt tanítottunk, azok már nem biztos, hogy működnek egy másiknál. Tehát mi bennünket is arra kényszerít, hogy örök változásban legyünk, és ez egy picit úgy mondanám, hogy lélektanilag az embert karban is tartja. És hogy miért is jó ma pedagógusnak lenni? Én azt gondolom, hogy ez valahol az embernek a lelke mélyén, tehát hogy tudja, tud jót tenni, tud adni, önmagát tudja. A pedagógus mindig önmagát adja, hiszen minden órán a teljes személyiségét, a tudását, az emberségét, és mindazokat az attitűdeket, ami az emberi lényegéhez hozzátartozik, mindazokat adja, és hát azt jó látni, amikor egy-egy évfolyam kimegy, a ballagáson, amikor felsoroljuk azt a sok szép eredményt, amit elértek, mert ezekben az eredményekben mindig benne vagyunk valahol mi is. Aztán az is nagyon jó a pedagógus hivatásban, amikor találkozunk, amikor visszajönnek. Akár egy osztálytalálkozóra, akár az ember találkozik velük az utcán, vagy bárhol, jó hallani azokat a dolgokat, amelyeket visszaadnak, hogy milyen élmények maradtak meg bennük. És nagyon jó együtt dolgozni azokkal a tanítványokkal, akik később kollégaként térnek vissza. Ugye a mi intézményünkben sok ilyen kolléga van, akik itt végeztek, és visszatértek pedagógusként. Ez pedig a legjobb érzés, amikor kollégaként tudja az ember őket köszönteni. Ilyen volt például Péter Albert, aki itt végezte el a középiskolát, és már hosszú éve tanít is az egykori alma mater falain belül. Ő gyermekkorától szívta magába a pedagógus pálya szépségeit. A szüleim pedagógusok, én mondhatom, hogy egy pedagógus dinasztiából származom. Már egész kis gyermekkorom óta készülök erre a pályára, amióta az eszemet tudom, pedagógus szeretnék lenni. Én mindig ott voltam a szüleim mellett, amikor dolgozatot javítottak, amikor készültek órára, és engem ez nagyon-nagyon vonzott, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Amikor az általános iskolában fordított nap volt, akkor elsőként jelentkeztem pedagógusnak. Nekem a példaképem édesapám volt, nagyon szerettem az óráit, azt szokták mondani, hogy
hogy nem jó az, hogyha a szülő tanítja a gyermekét. Na most én elmondhatom, hogy engem tanított biológiából, földrajzból, éneket is tanított, kémiát is tanított, meg osztályfőnököm is volt, és semmilyen hátrányt nem éreztem ezzel kapcsolatban, sőt, velem szigorúbb volt. És hogy mit üzen azoknak, akik kacérkodnak a pedagógus pályával? Ami motiváló lehet, az a pályának a szeretete, a gyerekek szeretete, az, hogy a tudást átadja. Ezek lehetnek motiválóak. Nem az, hogy a nyári szünet, mert az nem motivál, azért sem motiválhat, mert évközben nekünk nincs lehetőségünk kivenni szabadságot, és az a nyári szünet az nem 3 hónap, üzenem innen is, hanem annál jóval kevesebb azért. De tény, hogy van egy összefüggő nyár, amikor a családdal, hogyha a pár is pedagógus, akkor lehet közös nyaralást tervezni. Most nem azt mondom, hogy beszéd le róla őket, nem beszéd. Igen, tehát mivel tudnám őket rábeszélni? Ehhez kell egy hivatástudat. Tehát ha nincs meg a hivatástudat, nincs meg a pályának a szeretete, akkor nagyon nehéz, de ha ez megvan, akkor én is javaslok diákoknak. Tehát, hogyha látom rajtuk, mert azért 17-18 évesen már látszik az, hogy kikből lehet jó pedagógus, akkor én is mondom, hogy belőle jó tanár lenne, és meggondolandó, hogy a pedagógus pályát válassza. Péter Albert azt is hozzátette, manapság már nem nagyon divat a diákok körében a tanárokat megköszönteni pedagógus napon. Régebben sokkal jelentősebb volt ez az ünnep. Ma már azt lehet mondani, hogy nagyon ritkán emlékeznek meg szülők, gyerekek a pedagógusokról, tehát nagyon ritkán kapunk bármilyen elismerést pedagógus nap alkalmából. Az viszont egy szép gesztusnak tartom, hogy a polgármester úr minden évben bejön a gimnáziumban, köszönti a pedagógusokat, pedig már nem fönntartó a polgármesteri hivatal, de mégis úgy érzi, hogy a városnak szüksége van erre a gimnáziumra. Közel 50-en vettek részt a Best Street Team családi napján, amit június 4-én tartottak meg Bátaszéken, a Tájház udvarán. Az összejövetel célja a felhőtlen szórakozás mellett az volt, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult távolság után újra összehozza a családokat. Én örökre ide szeretnék járni. Családi napot tartotta a Legjobb utcai csapat nevű hip-hop tánc együttes Bátaszéken. Az eseményt a Tájház udvarán tartották, az egyesületnek ez volt az első nagyobb rendezvénye idén. Nagy Flóra 3 évesen kezdett itt táncolni. 3 éve járok, és nagyon szeretek itt táncolni, meg nagyon sok barátot lehet itt szerezni. Béda Zsajke is elmondta, miért szeret ide járni. Az eszt nagyon kedves. Meg fellépések is jók szoktak lenni, meg a versenyek is. Ellinger Aliz is sok barátot szerzett az egyesületben, de azt is elmondta, mi a kedvenc táncstílusa. Hát inkább ez a hip-hop. Hát, hogy jó zenék vannak benne, és az is nagyon tetszik, hogy még így a többiekkel is tudok táncolni. Nem csak Aliz, a testvére is ide jár. Édesanyjuk nagyon fontosnak tartja ezeket a közös összejöveteleket. Egyesületen kívül is szokta találkozni, úgyhogy így legalább ismerjük a szülőket és egymást is, hogy hova engedjük el a gyerekeinket, mert hát itt ez egy nagyon jó kis közösség lett. Tehát így az évek alatt nagyon jól összecsiszolottunk, összekovácsolottunk, kiállunk egymásért, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat itt egymás körében. Nem csak az, hogy ugye hetente táncolnak és összejönnek és próbálnak, hanem az, hogy családilag így együtt is. Tehát több család ugye együtt összeülünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és ez így ilyen éjszakába, akár hajnalban nyúló mulatságok szoktak lenni, és nagyon jól szoktuk érezni magunkat. A nagyobbik lányom, ő már most járja ki a 3. osztályt, úgyhogy ő a nagy csoportos kora óta jár ide az esztihez, a kisebbik pedig hát csak 4 éves, úgyhogy ő most kezdte. És hosszú távú terveink vannak.
A Covid után ugye nagyon széthúzott mindenki, szerintem nem csak mi, hanem bármilyen egyesületről is beszélhetünk, és úgy éreztük, hogy már annyi minden történt velünk az elmúlt időben, hogy muszáj összejünk, és egy kicsit együtt legyünk, és megismerjük újra egymást, mindenkinek a gyermekét, mindenkinek a szüleit, hogy tudjuk is, hogy kik tartoznak a csoportba. Jelzés előtt, mikor hozzák a gyereket, vagy mikor viszik el tőlünk, akkor úgy érzem, hogy van mit mondaniuk nekem is, a gyerekeknek is, illetve egymás között is van mit megbeszélniük. És az az idő az nem elég, mert sietünk, rohanunk, hozzuk, visszük csak a gyereket. Jó időnk is lett szerencsére, úgyhogy ez a délután pont arra jó, hogy mindenki mindent is meg tudjon beszélni egymással, meg amiket nem is tudtunk egymásra, hogy kivel mi történt itt a bezárt időszak alatt, az most teljesen jó arra, ez a délután arra. Lángost ütöttünk délután, estére pedig paprikás krumplit főzünk a gyerekeknek, és ők pedig természetesen eltölthetik a szabadidejüket játékkal, színezéssel, rajzolással, csillámtetkózással, amivel éppen érik. Nemrég egy nagyobb változás állt be az egyesület életében. A közelmúltban történt egy teremváltásunk, ugye a Kossuth utca 3-ból át kellett költöznünk a művelődési házban. Ez a művelődési házban ez abból a szempontból jobb, hogy két teremben tudunk egymástól párhuzamosan tanítani, de abból a szempontból rossz, hogy ugye mindig valamihez kötve vagyunk. Tehát nem azon, hogy reggel én bemegyek, és akkor este 8-ig akkor folyamatosan táncolunk, hanem a rendezvényekhez nekünk igazodnunk kell. A Best Street Team a nyári szünetben sem engedi el az idejárók kezét, két tábort is szerveznek. Van még jelentkezési lehetőség, nagyon minimális, mert ugye a kapacitásunk az eléggé kötött. Július 4-én, illetve augusztusban lesz még egy, azt még nem tudjuk pontosan, hogy mikor. 6 éves kortól lehet a gyerekeket a táborba iratni, mert kisebbekkel nem tudok foglalkozni. Tanítok 3 éves kortól, de a táborba ők még kicsik, nem tudom őket reggeltől estig folyamatosan megfigyelni. Körülbelül 40 fővel indítják majd a nyarat, tette hozzá az egyesület vezetője. A rendezvényen a Best Street Team család közel 50 fővel vett részt, és fogyasztotta el este az elkészült paprikás krumplit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!